Polgármester úr, gratulálunk. Nem sokkal vagyunk túl az eseményeken, de azért mégis az első benyomásokat, az első gondolatokat kérem, hogy fogalmazza meg. Köszönöm szépen először is mindenféle egyházinak, aki rám szavazott. Én azért azt mondanám, hogy én mindenféle egyházinak a polgármestere szeretnék lenni. Párt és politikai és vallási hovatartozás nélkül mindenki érdekeit képviselni kívánjuk a városba, és azt gondolom, hogy félegyháza bebizonyította azt, hogy van más választás. A nyugalom, a béke és a kiegyensúlyozott város vezetésé a jövő. Félegyháza saját magát választotta meg, én úgy gondolom. Tudom, hogy korai kérdésre, hogyan indul a holnapi nap? Holnap reggel 7:30-kor bemegyünk a hivatalba, a képviselőtársaimmal közösen, és megkezdődik az átadás átvétele a folyamatoknak, illetve a város vezetésének. Megfogalmazódott már az, hogy mi lesz az első mozzanat, amit konkrét munkaként el fog végezni? Hát még nincs meg, Őszintén bevallom, még nincs meg, nagyon végig kell gondolni, és ez egy hosszabb folyamat lesz. De azt hiszem, hogy az első és legfontosabb, hogy a választások törvényes kereteken belül véglegesedjenek. Tehát ezek az eredmények, ugye tudjuk, hogy részeredmények, meg kell várni a 100%-os feldolgozottságot, és amikor a végleges eredmény megvan, ami jogerőre emelkedik, akkor lehet tovább lépni.